Vajon a NATO-nak milyen helye és szerepe van az ukrajnai háború és annak eszkalációs folyamatában? Ugye ebben a témakörben már felvettem egy előadást, publikáltam is, és az annak a közvetlen folytatását képezi. Ugye abban az előadásban azt néztem meg, próbáltam egy picit reflektorfény alá helyezni, hogy azért nem feltétlenül annyira egyértelmű, hogy az Egyesült Államokban gyakorlatilag mindenki csak és kizárólag amellett van, hogy a NATO-t azt nyomni kell keletre, egyre keletebbre Oroszország a hátrányára. Ugye azért eléggé komoly tekintélyű személyeket emeltem be a párbeszédünkbe, amelyek által próbáltam prezentálni azt, hogy azért ott is voltak, akik figyelmeztették az akkori politikai vezetőket, hogy hát a 90-es évekről van szó az akkori alatt, hogy nem lenne annyira hosszú távon kifizetődő, hogyha nyomjuk a NATO-t keletre, és azért most nézzük meg ebben a témakörben az, hogy az orosz fél is hogy mint viszonyult ez a kérdéskörhöz, és egyébként nagyon jól kirajzolódik az, hogy hát a hidegháborúnak ugye a csúcspontján a 16 fő környékéből állt a NATO tagsága, és hát ugye ez napjainkra gyakorlatilag megduplázódott, úgy helyjel közel, és ugye ez a folyamat, ez kirajzolódik, hogyha Gorbacsov, Jelcin, Putyint veszem értelmezés alá, tehát már mint a hozzáállásukat a NATO bővítési folyamatához, hogy akkor milyen színeváltozáson ment keresztül ez az egész történet, és picit jobban tudjuk így árnyalni a NATO, Oroszország, Egyesült Államok és Oroszország viszonyrendszerének újra az erodálás útjára való lépésének okokozati összetételét, összefüggéseit. De nézzük ott ugye Gorbacsov bácsi, tudod, hogy itt volt egy kis ilyen barna ez meg az a fejecskéjén, nehogy is lehet, hogy gólya alatt szalták, mint kicsi volt, vagy valami csak nagyon megmaradt, de nem is az a lényeg, hanem kérlek szépen ugye az, hogy Gorbacsov 1989-ben ő az Európai Tanácsnak írt egy dokumentumot, úgymond egy tervet, egy vázlatot, és ebben azt a gondolat halmazt fejtette ki, hogy milyennek kellene az új európai biztonságpolitikai architektúrának, vagy közös védelmi berendezkedésnek. Ő úgy nyilatkozott, hogy az egész sorvezetőjét azt kell, hogy képezze, hogy Európa minden része a nyugati, a keleti egyaránt, egy európai közös otthonban kell, hogy elképzeljék a jelenüket és a jövőjüket. Ennek értelmében a párbeszéd útjára kell, hogy helyeződjék a kapcsolatuknak a mélysége, hiszen ez elválaszthatatlan részét képezi a közös haladásnak. Gorbacsov úgy nyilatkozott ebben a dokumentumában, vagy dolgozatában, hogy Oroszország az euró-atlanti világnak a része kell, hogy legyen, nyitott kapukat kell elé tárni, és ugye Oroszországnak meg akarnia is kell ezen belépnie. Na aztán picit megyünk előre, ott van Jelcin bácsi, ugye Jelcinről, hát finoman szóval is nem éppen a politikai nagysága maradt meg a köztudatban, hanem inkább a vodka iránti szeretete és a joviális kedvet, nagyon sokat szeretett vigyorogni, mosolyogni, és hát úgy akkor nagyon könnyen ezt így rá is sütötték ezt a bélyeget, hogy hát ez egy nyomorú szerencsétlen, de azért az is tény, hogy ott Jelcin már a 90-es évek környezetében, első felében már azért, és utána a végén is, hát akkor az egész 90-es években maradjunk ennyibe, egy kicsit a szemüldögeit kezdve összeborzolni, de nem úgy, mint Brezsnyev, hát ugye neki azért mondjuk úgy az a fecskefészek, ami volt a kész szemmel felett, az más kérdés, majd róla is beszélünk, és akkor az a lényeg, hogy a Jelcin azt mondta, hogy hát ott a koszovói háborúnál talán már van valami, az nem is annyira tetszett neki se, hogy ott kezdtek az amerikaiak meg minden beavatkozni, és figyelmeztetett arra, és az is a 90-es éveknek az időszaka, hogy hát kérem szépen azért itt vigyázni kell, mert hogyha újra abba az irányba megyünk el, hogy a nyugat úgy jön egyre inkább keletebbre, hogy ne adj Isten, véletlen Oroszországa megint határos lesz, és ez a határ a két katona politikai tömb mesdjéjét jelképezi, hiszen akkor, ha ez megtörténik, akkor értelemszerű a következő lépcsőfok, hogy a felek konfrontálódása gyakorlatilag predesztinálva lesz, tehát eleve elrendelve lesz, és nem lehet kikerülni, és pontosan ugyanaz a forgatókönyv fog megvalósulni, mint amelyet most nagy nehezen magunk
mögött hagytunk magyar rendszerváltás után. Nézzenek oda, hát el is a Delfai Józsdában végzett, és milyen pontos volt a definíciója, hiszen pontosan ezt látjuk napjainkban, ahogy egyébként az első előadásban is már megfogalmazott nagy amerikai geostratégia is hasonlóképpen nyilatkozott, ugye ez a bizonyos úriember, itt láthatod a képét, ugye nem másról van szó, mint George Kennan, vagy Kennan, és hasonlóképpen nyilatkozott, hogy Jeltsin, vagy fordítva. Na és kérlek szépen itt az a nagyon fontos, hogy Jeltsinnél azért már látható, hogy egy kicsikét, mert ugye a nagy mosoly, ez kezd egy picit leapadni. És elérkezünk Putyinhoz. Putyinot a 2000-es évek elején azért még eléggé viszonylag jó kapcsolatot ápolt a nyugaton, ennek az az alapja, hogy van egy közös platform. A közös platform a terrorizmus elleni nemzetközi küzdelem, amelyben Oroszország is aktívan ki kellett, hogy vegye a részét, hiszen például a csecsen felkelők, maradjunk ennyiben, ugye ez még a második csecsen háborúnak az időszaka, orosz csecsen háborúnak időszaka, ott a Beszáni túlzráma, meg minden Baszev és társadalmi, elég kemény dolgokról volt szó, tehát ugye Putyinnak is azért ki kellett ebből venni a részét, hát ő pontosan úgy lépett be a nemzetközi nagypolitika ajtaján, hogy a második csecsen háborúnak a lezárása, út utána létrejött a saját klientúra, a Kadirov klán, és ennek is látjuk a mai napjainkig tartó hatását és jelentőségét, hát mennyire hűszövetséges a Putyinnak, de erről van külön előadása, meg majd lesz, és nézed meg azokat is szépen, és akkor Putyin 2007-2008 környékén azért nagyon egyértelműen látszik, hogy már indul meg egy szakadás, ugye 2007-ben kérlek szépen van az a bizonyos müncheni egyezmény, hát müncheni nyilatkozat, ahol ő kifejtette, hogy azért itt vannak problémák. 2008 megint egy nagyon fontos, ugye akkor van a bukaresti 2008 tavasza, április eleje, ugye akkor van a bukaresti tanács, egyezmény, NATO gyűlés, és oda Putyin is meg volt hívva. Tehát 2008-ban, amikor volt a bukaresti egyeztetés, akkor ugye Putyin is ott mondta, hogy hát azért nem nagyon tetszik neki, hogy Lengyelországban rakéták vannak telepítve, az különösképpen nem, hogy Georgia lánykori nevén ugye Grúzia, illetve Ukrajna aspirások lettek egy NATO lehetséges csatlakozáshoz, az ott kifejtette, hogy ez itt a Rubikon, a vörös vonal, és nem kéne. És amikor egy picit megyünk tovább, ez megint nagyon érdekes, 2014 tavaszán Putyin meg már arról nyilatkozott, ez miért nagyon fontos, ez a Krím elszakítása vagy visszacsatolásának az időszaka, és Putyin mit emel be a közbeszédbe, erről megint nincs, vagy nem ezt a dimenziót szoktuk nagyon megemlíteni, a német unifikációt, a német egyesítés. Azt mondja Putyin, hogy itt van a nyugat, tessék, tett nekünk egy ígéretet, hogyha mi hozzájárunk a német egyesítéshez, akkor cserébe a NATO nem jön a mi életterünkbe, a mi geopolitikai, geostratégiai érdekövezetünkbe. És tessék, hozzájárultunk a német egyeztetéshez, mondja Putyin, mit kaptunk cserébe? Hát itt van, folyamatosan jön a NATO keletre, és itt van már a határainkon kopogtatnak, úgyhogy ez nagy veszély. Itt azért meg kell azt is említeni, hogy nem teljesen annyira egyértelmű, hiszen vannak olyan amerikai gondolkodók, értelmezők, akik vagy így értelmezik ezt a NATO, vagy bocsánat, ezt a német újraegyesítés, vagy új. Például a Jack Matlock, ugye a Szovjetunió utolsó amerikai nagykövete, ő azt mondta, hogy persze Gorbacsovnak mindent megígértünk, ez tényszerű, így van, de viszont ha megnézzük egy másik figurát, egy Filip Zelikov, ő 1989 és 1991 között volt a német unifikációnak az egyik vezető szereplője, és egyébként a Nemzetbiztonsági Tanács munkatársa, ő azt mondta, hogy mi csak azt ígérték meg, hogy az NDK területére nem lesz telepítve NATO erő, de az, hogy később lesz-e, illetve hogy attól keletebbre lesz-e, arról nem beszéltünk. Szóval ez egy érdekes dolog, amúgy szakmán belül is ez kérdőjelekkel terelt, hogy itt mi hangozhatott el, de hogy még milyen érdekességek vannak a témakörben, ezt a következő harmadik videóban fogjuk megismerni, és akkor látjuk azt, hogy ez a NATO rossz viszony időszak alatt, hogy erodálódott.